Összesen 25.070 darab került fel arra az 50 éves diófára, amely Hajdúsámson központjában található. 4 hét leforgása előtt óriási összefogással a város beírta magát a magyar rekordok könyvébe, ugyanis ilyen sok tojással még soha nem volt egyetlen fa sem feldíszítve az országban. A tojásfa rekordja hosszú évekre tekint vissza a magyar rekordok történetében. 2 évvel ezelőtt Ács település döntötte meg a rekordot 16.650 darab tojással. Ez sikerült felülmúlni a Hajdúsámsonnak, így új rekord született. Meg volt hirdetve ez az egész, hogy tojásgyűjtés lesz. A református egyházból jött iskola, óvoda, civil szervezetek hozták a tojásokat. És akkor szombati nap folyamán pedig darus autóval meg létráról lett felrakva 7-től 2-ig. Meg jöttek a gyerekek is, segítettek felrakni az egészet. Úgyhogy megvan a rekord, a 25.070 darab tojás. A fára felkerült dísztojások jellemzően hungarocellből, fából készültek, de volt nagyon sok hímes tojás is. Emellett kifújt tyúktojások, emu és truc tojások is díszítik a fát. Hamar híre ment a különleges látnivalónak, így sokan jöttek más településekről is megcsodálni a Hajdúsámsoni tojásfát. Debrecenből érkeztünk, és valójában a liturgiára jöttünk, a görögkatolikus szentmisén voltunk. Húsvétot ünnepeljük Jézus feltámadását, és a kisunokánkkal ide kijöttünk ebbe a kertbe, hiszen itt nem csak tojásfa van, hanem nyuszikák, bárányok, kis csibék, és a kicsi nagyon élvezi. Hogy nagyon jó ötlet a várostól, hogy ilyet is létesített, és a húsvéti hagyományokat, népi hagyományokat így is próbálja megőrizni. Barnácz Katalin Nyíradonyból érkezett családjával a településre. Még soha nem látott ilyen lenyűgöző tojásfát. Tegnap hallottam Nyíradonyban, hogy van itt egy ilyen tojásfa, ami nagyon különleges, hát nem találkoztunk még hasonlóval. A történet itt azonban még nem ért véget. A hajdúsámsoniak a tervek szerint a következő évben újabb rekordot szeretnének felállítani majd. Aki szeretné megcsodálni, a Szeretetparkban található tojásfát egészen pünkösdig megteheti.